Mai beszélgető partnerem Légrádi Tibor, aki igen sok érdekes dologgal foglalkozik, például origamival, illetve citerázik. Kezdjük először az origamival, hogy kezdődött, miért gondoltál erre, hogy te ezzel akarsz foglalkozni? Hát most már szokványosabb dolog, sokkal többen művelik ezt a hobbit, vagy művészetet, így is mondhatnám, mint akkor, amikor én ezzel megismerkedtem, és ez, ha jól emlékszem, 1988-ban volt, amikor valaki a kezembe rakott egy hajtogatott rákot, és mondta, hogy ez bizony egyetlen egy darab négyzetből készült, egyetlen ollóvágás, ragasztás nélkül, csak hajtogatva. És ez annyira hihetetlen volt számomra, hogy ő nem azt az utat követtem, amit sokan ilyenkor széthajtogatják a nekik adott darabot, hanem megpróbáltam magam elkészíteni egyszerű figurákat. Persze nagyon nehezen ment, és akkoriban lehetett először menni külföldre szabadon vásárolni, és az első bécsi klasszikus bevásárló utak alkalmával én könyvesboltot látogattam meg, ahol is vásároltam egy vagy két origami könyvet, és elkezdtem a dolgot. És hát ez teljesen szenvedélyemé vált. Nagyon sok irodalommal rendelkezem. Később véletlenszerűen megtudtam, hogy létezik egy magyar origami kör Kecskeméten, ahova is beiratkoztam, és innen rengeteg irodalmat tudok kapni fénymásolatok formájában. És az idők teltével egyre bonyolultabb és bonyolultabb figurákkal kezdtem foglalkozni. Először csak állat figurákat készítettem, a később geometrikus, több darabból álló formákat. Vecsésen volt kettő esetben kiállításom a kiállítóteremben. Mindkettő szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy népszerű és sikeres volt, sokan kedvet kaptak ehhez a műfajhoz akkor. És hát bizony az évek során itt azokban a figurákban, csak amik most itt előttem láthatók, ez csak egy kis ízelítő a meglevő kollekcióból, rengeteg munkaóra van, főképpen éjszaka, este, amikor már a család megnyugodott, nem, mert ez nagyon időrabló, nagyon aprólékos munka. Külön technikát kellett kitalálni arra, hogy a nagyon sok rétegben összehajtott papír ne legyen túl vastag, hanem karcsú, részletesen kidolgozható alakokat lehessen bemutatni belőle. Ezért selyem papírt alufóliával összeragasztok, amiből egy rendkívül vékony, de mégis formatartó alapanyag származik. Bocsánat, ezt te találtad ki, vagy ezt az origami körben már népszerű és is? Ezt mind kiderült, én is kitaláltam, de más is kitalálta. Tehát erre praktikusan többen is rájöttünk, mert míg az igazi japán papírok, mint például akár ez is, amik nagyon szép és színvonalas és meglehetősen drága papírok, itthon nem is igen kaphatók, vagy csak nagyon ritkán, bizony ezek sem bírják ki azt a gyűrődést szó szerint, amit itt ki kell bírniuk. Ugyanis a japánok ősi hajtogatási technikája nem túl bonyolult. Ők aránylag kevés lépésből, de a lényegét szeretnék megfogni egy figurának. Míg az a műfaj, amit én inkább követek, a nagyon-nagyon sok lépésből álló, nagyon részletgazdag hajtogatások, ezek az izgalmas, legalábbis számomra ezek az izgalmas dolgok. És hát persze nagyon sokat már elajándékoztam, lemutathatnék itt be még többet is belőlük, de hát egyelőre ez csak egy kis ízelítő és kezdcsináló annak, aki időt mindenképpen szeretne erre rászánni, rendkívül izgalmas. Mi kell az origamihoz? Kézügyesség, türelem, kis művészi hajlam? Kézügyesség, türelem, talán az a legfontosabb, az a hihetetlen izgalom, ami az emberbe keletkezik akkor, amikor látok egy kész figurát, teszem föl bármelyiket mutathattam, van itt egy ilyen rák, egy homár.
Most bármilyen hihetetlen, ennek minden egyes darabja egyetlen négyzetnek a része, mégpedig eredetileg ez egy fél méteres élhosszúságú négyzet volt. És ezt valaki ide leteszi, és én azt mondom, hogy én azt szeretném tudni, és végigkövetni lépésről lépésre, hogyan alakulhat ez ki, hogy létezhet azt, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát igazából ez a legizgalmasabb, ez egy ilyen felfedező út, ahogy végigmegy az egész, az egyszerű négyzettől kezdve a közbelső formákon keresztül a végtermékig. Tulajdonképpen kézügyesség, türelem az feltétlenül. Rendkívül sok türelem kell, ami azért is érdekes, mert én alapvetően nem vagyok egy türelmes ember. Nem szeretek pepecses dolgokkal, igazán kézügyességem sincs, nem vagyok egy barkácsolós típus sem, ezt is be kell vallanom. Ez egy speciális dolog. Ebben van olyan figura, amit egy állónapig készítettem, és volt olyan, amit félúton el is kellett dobnom, mert nem sikerült. Tehát ezek kellenek hozzá. Mondtad az elején, hogy valamelyik figurát te találtad ki. Melyik az izgalmasabb, hogyha kapsz egy fénymásodlapot, ahogy mondtad, az origami körből, és azt tervezed lépésről lépésre, illetve megcsinálod lépésről lépésre, vagy a saját magad tervezte figurákat szereted jobban? Hát ebben két útra oszlik az origámisok tábora. Most, ha látnak engem origámisok, akkor biztos szentségtörésnek fogják venni, amit mondok. Én speciál nem a saját kitalált figurák irányába indultam el, hanem én egyre bonyolultabb, de leírások alapján, könyvekből, irodalmakból próbálok elkészíteni egyre bonyolultabb figurákat. Tehát én inkább a nehézségi fokát emelem. Nekem ez legalább olyan izgalmas, sőt, hát nagyon sok olyan figura van, amit most már, hát ugye belegondolok, 17 éves gyakorlattal sem tudok esetleg megcsinálni. Tehát bizony nagyon komoly próbatétel leírás alapján is megcsinálni. Van a másik tábor, aki inkább a saját felfedező úton jár, saját figurák elkészítésén, megalkotásán próbál gondolkodni. Rendkívül nehéz. Aki ezt megpróbálja, az rá fog jönni arra, hogy nagyon nehéz. Én talán ezt először egy kis kényelmességből inkább a reprodukálást választottam, de aztán rájöttem, hogy bizony nagyon komoly kihívás az, úgyhogy én ezen az úton maradtam. Most körbenézünk az asztalon, általában állatfigurák vannak, illetve ilyen geometriai alakzatok. Melyiket nehezebb, illetve melyik a kedvenced? Nehezebbek az állatfigurák, a geometrikus alakzatok inkább, azok sok egyforma kis elemből állnak össze. Az egy olyan kicsit rabszolgamunka, ha lehet mondani, de amikor kész a végeredmény, akkor azért ez nagyon hálás. Szóval ez egy masszívan fog, csak meg nyugodt, egy masszívan egybelevő valami, és hajszál vékony papírból van hajtogatva. Hát bizony, ez sajnos egy kórházi helybenjárásom idején volt bőven időm ezeket a geometrikus dolgokat elkészíteni, vagy itt van ez a kis dobozka például. És akkor ebben semmi ragasztó nincs? Ebben az égvilágon. Itt egy csepp ragasztó, és egyetlen egy ólóvágás nincs. Ez itt egyik figurában sem. Itt van egy háromfejű sárkány, ami ráadásul egy jó kis terepszínű csomagoló papírból sikerült elkészíteni. De hát nagy kedvencem a zebra, amely a fekete, egyik oldalán fekete, másik oldalán fehér négyzetből a hajtogatás során kialakított mintázat tesz érdekessé. Hogyha például ezt az alakzatot egy nagyobb négyzetből csinálnád, akkor is ugyanúgy kijönne maga az ugyanúgy, alak, mert az arányok mindenképpen ugyanazok maradnak. Mindenképpen kijön, így van. Vagy hasonlóan a színek kontrasztja rendkívül érdekes ezen a mosómedvén. Az eredménye nem feltétlenül látszik, ez egy rendkívül nehéz figura. Egy fél éjszakán bizony benne van. De hát mondhatnám akár ezt a szarvast, aminek mindene megvan, az agancsának az összes kis tövise, és az aránya is rendkívül kifejezőek. De itt van egy másik példa, ez a mamut, ami nem egy olyan bonyolult figura, ezzel szemben egy olyan érdekes technikával van elkészítve, tehát nedves papír
az, amiből ez elkészül, be van fújva virágpermetezővel, és a nedves papír könnyen, jól formázható, amikor kiszárad, akkor meg megtartja a formáját. És nagyon karakteres, szép figura lesz belőle, pedig az egész körülbelül 10 vagy 15 lépés. Nagyon érdekes dolgok. Hát akkor ezt a részt lezárandó, akkor szeretnénk, hogyha valamit hajtogatnál itt nekünk a nézőknek. Nagyon szívesen, hát az idő rövidsége miatt egy madárkát fogok készíteni, aminek érdekessége, hogy működni is fog. A hajtogatás során rendkívül fontos a pontosság és a jó leélezés. Ez a záloga annak, hogy a kész figuránál ne legyenek élelcsúszások, eltolódások. És hát persze azért a nagy, bonyolult, hosszú, sok lépéses figurákat nem lehet fejből megjegyezni, mert hát az teljesen képtelenség, és végül is hát a fejünk nem is arra való. De ez minden bemutatónak, ahol néha szereplek, ez egy hálás darabja, a gyerekek imádják ezt a madárkát, és egyébként az egyik klasszikus japán figura, mivel arról még nem beszéltünk, hogy ez eredetileg a szó maga is japán szó, és Japánból eredő művészet, bár most már úgy újabb kutatások szerint Kínában talán még régebben már szerepelt. És azóta mit jelent maga a szó, hogy origami? Hajtogatott pap. Igen, igen. Igen. Ma már az egész világon szövetségekbe tömörülnek a hívei, és nagyon komoly rajongó tábora van. Hogy a papír szerkezete. Na, lássuk. És íme elkészült a madárkánk. Ez a klasszikus origami egyik alap példánya, a csapkodó szárnyú madár.